Szóval, tegnap adhattuk abba, hogy mehetek ki a kordomból, adottam egy csomó szemetetést, tele vagyok dukáttal. És nem érdemes meghamlálni az asztalra, amíg tudsz. Okay. Észben tartom, bocs, S.T.A.L.K.E.R. Aztán már még várok, hogy legyenek emberek, hogy megkérdezem a véleményeteket, mert azon gondolkodom, hogy hogyan töltsem majd fel Melvint. Mi a franc? Gyors kinézek. Roadser Timp. Let's do this shit, igazad van. Látszik ez a... Jéj. Valahogy kb. Így szeretném a csetet, hogyha lenne. Oké. Муки, которые грешники терпят. Кипящая смола, плетки, раскаленные угли. Огонь кругом, вопли, серый воняет. Сталкер посмотрел все это и... Majd olyan úgy esetleg átadni az éjszakát, hogy nappal menjek tovább, vagy most az éjszakát kámozatlan. Mint az eddig problémát, ha jelentett volna a számot. Szóval akkor menjünk éjszakát. Vagy nem is lehet. Állom. Stalker, what do you want? Hova? Na. Keményítsünk be. Miért van állni távcső? Na mindegy, hol vagyok most? Hova kéne eljutnom? Oda vagy... Ez elég a pályasztőjének tűnik a számomra. Melyik a kordon? Ellentámadás kell visszavenni, az már megvolt. És innen kéne talán kérnem az útvezetőt, hogy vigyen el a kordonhoz. Akció van? Stop! Állj! Most ezzel vezetni fog? Vagy csak töltőképernyő és vagy mi van? Nem, töltőképernyő rendben van. Gyors kis mentés. There's only one thing a stalker can expect from the army, and that's a bullet, so I'd be careful if I were you. Nagyszerű, jó hangzik. De gyors megnézem, hogy mennyi most azt mondja, jó rész. Halló! Örülök, hogy ezt kaptam szó, hogyha bejössz. Na, közben már van néhány ember, aki néz, szóval csak meg akartam kérdezni, hogy ti mit gondoltok, hogyan kéne majd feltöltenem ezeket, nem itt kiderült. Nem tölt fel... Ja, oké, akkor igen. Nem tölti fel automatikusan az egész adás, szóval majd ilyen fél órás szegmensekben, mert úgy tudom kb. Elfogadható időben renderelni őket, majd feltöltögetem, csak hogy az úgy jó, hogy kb. Nyersen, ahogy volt a stream szerintetek, hogy vágjam meg nagyon csak a lényegre, vagy hogy legyen. Mert igazából vizsgai időszakban lehet kényelmesebb, hogyha nem vágom meg úgy annyira nagyon, hogy azok egyből katonák, mármint ellenségesek a sárgák, vagy honnan tudom, hogy ki az, aki hadsereggel van. A sárga ellenség? A hadsereg az alapoldalos. Akkor a sárga az nem ellenség, jó van. Remélem nem ölnek majd. Na, azért mentek itt is. Most visszamentem? Hey. First, you put that gun away. Okay, I said, put that shooter behind your back! What you need, Stalker? Most visszamentem. Miért? Nem az volt a cél. Vagy meg még egyszer. Most hogyan tudok ismét eljutni a kordonhoz? Most már neked kell oda gyalogoljál, de okay. A térképen látszik, hogy merre kell menni. Nem követtem az utat. Örülök, hogy azt hittem az adagútban kéne mennem, mert egyből megkérdezte, hogy most jön. Jó, oké, ennyi volt. Töltőképernyő a játék. Amúgy itt havazott. Nálatok is van hó. Ah, nem tudom. Nagyszerű. Már is észrevettek az gyorsban. Hamar észrevesztek, igazából az egész az, hogy sprintelni kell, mint a beszarás, és amint megsérülsz, ugye azonnal befejeződik a sprint, aztán megint el kell kezdeni sprintelni. Jaj, jaj. Kell hozzá pár medikit, igen. Meg ezt igazából világosban talán jobban meg lehetne csinálni, mert akkor látod is, hogy hol mész. Ja, mert ők éjszak is mit látnak. Ők mindent látnak. Akkor is, ha le van ott van lámpád. Állandóan megy a propagandadás, hogy ez micsoda? Sose tudtam igazából kiverni, hogy pontosan mit akarnak mondani. Á, mi a fasz?! Na, akkor lassan streamben meglátom, hogy mi az, amire azt mondod, hogy mi a fasz. Ez, igen, ez történik. Azért mondják pár, hogy az északi oldalon könnyebb menni. Az ott, amelyik az észak. Hát, északon is el lehet jutni a kordonba. Hogy arra van dél, és azon a katonál. Hát itt van egy köpésnyire a Szidorovics. De mégis nehéz ide eljutni. Pusztán azért, mert baszott messziről észrevesznek. Szóval azok nem fizettek ki a sugárzás a szemét még, mint a banditáknak. Open fire, mi a fasz? Szöges dróton nem tudom átvágni magam? Nem. De itt egy egyenes vonalon kéne lefutnom. Kerülőt kell csinálni. Az a baj. De merre? Hát a szöges drót mentén. Csak a szöges drót, de az a legrövidebb útvonal. És arra menjek, amerre a legrövidebb útvonal van. Ők is arra sétálnak. Cirkáló emberkék azok annyira nem veszélyesek, mint a géppuska állásból lövöldöző valaki. Ja, hogy géppuska állásból lőttek rám. Na, hát akkor... Hajlom újra. Szerintem ez rossz irány. Tehát nem éjszakra kell menni, hiába mondtad, hogy éjszakra kell menni, értem. Megszakadt az? Megszakadt. Maga. Ja, ugye mentén a szöges, ott mentén talán. Mi az elvárás? Totál ágyú előtt vagyok, tehát így nem tudom. Az evacs az lenne, hogy tűrd a lövéseket és fuss, amennyire csak bírsz, közben meg gyógyítod magad medikittel, amíg el nem mész. De hova? Mondom, világos lenne, akkor látnod, hogy merre kell menni. És sötétben én sem tudom megmondani, mert én nem látok csak feketeséget. Oké, nem mint hogyha ki lehetne... Bazd meg! Nem mint hogyha ki lehetne nyomni azt, hogy éjszaka legyen, vagy várni 4 órát, mint a Skyrimban. Nem tudok róla, hogy ez egy ilyen real life szimulátor. Amíg zseblámpát nyugodtan tartod, mert akkor is rád fognak, hogyha le van oltva. És nem fognak ezek könnyebben észrevenni, hogyha feloltod. És hogy legalább te is látsz majd valamit, vagy... Nem sokat segít, egy csőlátása van a lámpának. Milyen irányban kéne elfutnom? Szerinted? Tehát ezt a kerítést kövessem, vagy a másik kerítést? Amint tőled balra van, azt kell követni, mert Szidorovics is balra van. Igazából van lejjebb egy fa, nem tudom pontosan, hanem kerülhetjük lejjebb. Azt kell igazából talán jobbról megkerülni, utána pedig, hogyha azt meg tudod kerülni, akkor kell húzni arra, amit te beszeret. Szerintem belefejeltem abba a fába. Lehetséges. Ez aztán a szórakoztató játék rész. Ezt kidolálták rendesen. Utána már jelvezetett a játék. Nem tudom, ezt miért így csinálták meg, ez egy elég szopatós rész. A sok vodka, bazd meg az. Ennek tényleg semmi értelme, az biztos, hogy nem szórakoztató. Hát ez a részre biztos nem az. Wow, az gyors volt! Még az is változó, hogy milyen sebességgel lőnek le, tökre úgy érzem, mint hogyha a Bizánccal próbálnék EU4-ezni. Mi lehet ilyen gyorsan gyógyítani? Mindjárt benyomok valami konzolhacket, mert ez nevetséges. Ennek semmi értelme, tehát ez nem a játéktudásomat teszteli, vagy bármi, ez szerencsejáték, hogy milyen gyorsan lőnek le. Most a csörögjek itt, amíg fel kell a nap. Hát nem tudom, igazából lehet, hogy ezt azért találták ki, hogy kiszűrjék azokat, akik fölbasszák magukat és kilépnek a játékból. És nem kik azok, akik végig csinálják. Csináltam nappalt. Fölbasztam a gombát maxra. Szóval mi az útvonal? Jaj, ez elég nappal lesz. Mi az útvonal? Na, mindjárt gondolom, hogyha látom, hogy milyen föltolt gammával a játék. Oké. Mi rájön? Hát jövő, nem látok sokkal többet. Majdnem eljutottam egy fedezékig. Oh. Meg egyébként nem tudom, ha csak... De hamar szétszednek. Nincsen hőkamera vagy ilyesmiük? Mert hogyha nem lenne, például lehetne olyat, hogy végigkúszok néhány óra alatt ezen az útvonalon. Amit persze nem lehet a játékban, csak mondom, hogy a valóságban ez hogyan zajlana inkább. Igen, a valóságban ezt tényleg is elmentem, csak ez nem a valóság. Jó. Nagyszerű. Hát eljutottam az első szikláig, szerintem mentek. Mondjuk lehet, hogy hát inkább... lehet, hogy valid opcióra ezt szok menteni. Várjál, nem fognak most rám tolni, mert azt mondta. Azt nem jön ide senki. Jó. De tényleg csak a géppuska állása veszély jelenleg. De az nagyon. Innen hova? Fához? Állófához? Fekvőfához? A fekvőfa blokkol? Vagy hogy van? A fekvőfát azt kell jobbról megkerülni, mert azt hiszem, hogy ez balról elég körülményesen lehet, csak hagyatlan ki lehet. Sehogy sem. Egy ember támad rám! Egy ember meggondolta magát és támad rám. Ezeket művészetes sotival leszedni amúgy. Nagyon erősek. Ezeknek van már az, ami páncéljuk azért. Ő is a fát akarja megkerülni. De ezekből vannak 20 és egy ember jön rám, zseniális. Igen, ez a játék. Mondjuk te vagy egyedül, az ellenfél meg van mindig több tízen. Rosszabb esetben. Az olyan nem a probléma, nem ilyen baromság. Nem olyan probléma, ha az ellenfél nem látna a sötétben. Amúgy ketten jönnek most már rám. Wow. Ez így nagyon nagy múli lehet nekik, hogy... Valóban nem nagyon megy. Ó, de nem száll el. Oké, egy ember lent. Ja igen, nézd már, a headshot egyébként működik bármilyen páncél, és az ellenfélnek a sotival lősz. Ez aztán az agyhalottai, már nem azért, hogy kritizáljam ezt a 2008-as sodát, de ez... Csúnya. Army medkit. Jó, mulott? Jó egyébként. Ez a gánatot kellett volna. Mert tudtam, hogy egyébként HP-t nem gyógyít többet, viszont az már... a vérzést is csökkenti. Fegyvert úgy vett fel, ami ott nálam, amiket elloptak, ma az egész jó kis fegyver ilyenkor. Ja, hogyha látnám. Álmagom. Na, sok mi volt nála? Egy ugyanolyan lelkem, mint ami nekem van. Ugyanolyan? Pedig általában ezek nem ugyanolyan lelkát használnak. Ki volt azt a kettőt, aminek ugyanolyan lelkája van, mint neked? A másikat nem tudom megnézni, mert ő egy picit messze van a sziklától és széttarálnálak, szóval futnom kell. Na szóval, mehet a menet? Mehet. Próbálj. Várjál, pont rossz irányba sétál a csávó. Mit meg kéne várni? Jaj, várj, oké, küldtek el nem még egyet. Előbb-utóbb el fognak fogyni. Mi, hogy nincsen respawnja? Itt van. Itt akkor van respawn, ha minden egyes ellenfelet megöltél. Ami csak egy életben van, addig nem van. Rám néz, mikor téged lőlek, motherfucker! Smug ass bitch. Már eltalálnám 2 méterről. Jesus. Oké, meghalt. Most küldenek el még 3-at. Okay. Nem lenne rossz hagyásra ide küldenének mindenkit. Azt mondtad, hogy respawn vannak, nem? Én csak akkor, ha minden is meghalt. Oké, nem tudom, hogy fogom tudni kikerülni a fát. Egy kérdés, mennyi medikited van? Ezt a taktikát sose láttam még. Jaj. Még azt elegyeztem, hogy sikáid is okosabbak, köszi. Ja, hogy nem nálam, hanem a mesterségén. Oké. Ő azok nagyon okosak voltak, fanatikus materialisták. Ha befutnék a torony alá, be lehet futni a torony alá? Hát ha ő mondja, biztos. Nekem mindig sikerült elfutni a fán, hát fa körül, aztán úgy tovább. Oldottad meg? Hát úgy, hogy az Y-gomb nekem az volt a gyors medikit. Nekem az volt az ujjam, és kb. Minden 2 másodpercben használni kellett. Az Y-t mit csinálod abból? Amúgy van. Szerintem semmit, mert ha én adorodtam be, akkor nem... 12 medikittem van, lehet felülírtál valamit. Tizenkettő, 13. Azzal egyébként meg tudod csinálni, hogyha mindig nyomsz egy Y-t, amikor elég kis hátrébb van. Nem tudok áthozni a falat, szóval ezt visszatöltöm. Megpróbálkoztam, hogy fedezek, de mindenki kilóg a fejem. Kétszer lett, tehát ő duplán el lehet googolni. Ha lenyomod a Google-es után az X-et, akkor még... Jó, de annyira lelassít, és ott is keresztülnek rajtam, hogy igazából nem számít, körbe kell mennem. Igen, ez annyira aranyos, hogy nem zavarja őket, hogy a géppuskálásuk az darál valamit a távolban. Ki tudja mi. Jézus! Mikor bemérnek, mi akkor az? Nagyon bemérnek. Csak hogy 3 pillanat alatt elszállok. Jézusom! Neked is ilyen nehéz volt a S.T.A.L.K.E.R., pedig ez tényleg épp csak az alapfokozatnál egyen nagyobb. Az a baj, hogy én sose játszottam a Stalker vagy annál eltefogottam, tehát én nem tudom, hogy az mennyire nehéz. De ahogy nézem, sokkal hamarabb ledarálnak Stalker-en, mint a sima könnyű fokozaton. Na Nobison játszottál? Aha. Én nem azért, mert punci vagyok, hanem egyszerűen azért, mert nekem helyenként még az is elég nehéz volt. Miért nem fut? Miért nem? Jól van. Nyomogatom az X-et, semmi nem történik. Korábban felállt, amikor az X-et nyomtam, tehát nem kellett... Indultam bele. Oké, megvárom, még kifolyt, vagy valami. Nem fog kifogyni. Dehogy nem. Néha recharge-olni kell, vagy nem tudom, túlhevő, mert Star Wars-tal játszanak. Igen, és akkor úgy gondolod, hogy akkor el kell... Megszoktam! Na? Hányszor haltál meg? Nem sokszor. Egyáltalán nem sokszor. Na hát... voltak egy-kettően a chatben, akik úgy gondolták, hogy egy jó párszor meg fogsz halni. Na, de egyik egy darabig ilyen települtek. Az alatt a falhoz. Tessék? A darabig telepített géppuskával nem fognak rád lőni. Hiya, nice to see you, Sob. Shall we talk business? Hello, Mer. Tell me, what brings you here? I see so many stalkers in here, it's a pain to remember them all. Any reason I should strain my brain for you? Now we're talking business, I like that. Well, here's the thing. I've been here for a while. My business is up and running, I get different orders here and there, and people trust me. I have a problem with my last order, and the trouble is the client is very important, and the loot he's after is unique. Everything was going fine. Stalkers would get the loot from inside the zone, and the army boys were supposed to ensure they could get it through the cordon. Well, the two parties started bickering over something, and now the whole place has gone crazy. The result is the stalkers are fighting the military, and nobody's got a clue where the loot is. And that doesn't suit me at all, because the order needs to be completed. So, help me get the case with the loot and visit the stalkers by the embankment. They've set up some sort of base there, and that's where they're holding the captive military commander, Kaletsky. I don't care what you do at that base, I don't care if those fruitcakes want to continue playing Robin Hood's merry men. All I want is that case and the loot that's inside it. For starters, try talking to Valerian, the stalker leader. I'll let them know you're coming on my behalf. Don't just stand there, eh? Bring me that case as soon as you find it. If you got something to say, say it. I'm listening. Mennyire élvezted a militári emberkéket öldökölni? Klassz volt. Jó, mert egy pár egyedül még lesz belőlük. De. Én mellékküldetés. Azt a mellékküldetés, ha rámagasztasztok, nappal csinálod meg, mert akkor látsz is majd valamit. Nem, nincs nekem arra időm, nem lehet átugrani az éjszakát. Te még éjszaka van, addig elmész és csinálod a fő sztori szállat. Jézusom, de hosszú. Oha, mélyen lúgtott. Mesélj magadról. Kaptam egy küldetést. If you got something to say, say it. Come on, start sharing. A piros üzék azok katonák? Ment a térképen piros üzék, nem feltelül. Ja, nem mutáns. Valamelyik piros üzé mutáns. Aha. Alapvetően bármilyen ellenséges képződmény. Hogy mindenki kiakad rám, hogyha üzét. Fegyver van nálam, ilyenkor. Igen, addig amíg semlegesek veled, addig nem beszélnek veled, addig amíg fegyver van nálam, és ha túl sokat hadonássz... Ja, de nem támadnak rá. Hát nem próbáltam még ki, mert ha túl sokat hadonássz előttük fegyverrel. De a zöldek és barátságosak, akkor viszont nyugodtan toltod a pofájukba, akkor is beszélnek majd veled. Igen, tapasztaltam. Mondom, megbíznak bennem. Aztán lelőd az egyiket, és utána már megbánták, hogy megbíztok mi. Mutáns kutyákat kell kinyírnom. Hát nem tudtad megmenteni. Tényleg? Hát, Task failed, tehát meghalt. Nagyon jó, A legjobb, hogy a kutyától semmit nem kapsz, viszont nem fogsz kapni egy rubelt se, mert meghalt a S.T.A.L.K.E.R. De az kaptam a 6 pisztoly össze, ami... Az a 6 pisztoly össze meg a pisztoly, ami nálam, az biztos majd kompenzálni fog érte. Nem kellett volna leszpannolni a kutyák közepébe. Ott is segített volna. Hova a francba mutatott? Mi az Istenért mutat erre a szürke nyíl? Majdnem befutottam a katonai bázisra, tudod. Azt legutóbb is annyira jeleztem. Hát van olyan sidequest, amihez be kell futni a katonai bázisra. Jó, most nem vettem még fel azt a sidequestet, tudtam volna. Hát nem tudom, mennyire élvezted a katonai bázis, de lehet, hogy ha nem élvezted, akkor nem is volt föltenni majd. Továbbra is rippi a dynamic counter-attack van Clear Sky-nál, ami nagyon jó. Do I have to speak for both of us here? Hallod? Nem! Amiről beszéltetek, hogy az sikerült a követés, hogy elfoglaltuk már régen, nem foglaltuk el még mindig. Hát nézd meg, hogy hova mutat. Azt szard le! Az nem fontos pozíció igazából. Aha. Ugye mocsába kb. Soha többet nem fogsz visszamenni az egész játékba. Bombasunk el? Esetleg más lehetett ajánlani? Tudom, hogy ezt elbuktam, de valami más esetleg, nem? Na tényleg, mehetek a főúton igazából. Majd lesz másik munkája is amúgy. I'm all ears. Bár ezt nem ajánlom, hogy egyelőre fölvedd. Igen is. Ha már eset tudtam megoldani.